A Magyar Református Szeretett Szolgálat által szervezett szeretett doboz gyűjtésre érkezett adományok között beszélgettünk nagy tiszteletű Koncz Tibor esperessel a segítés módjáról. Megtudtuk, 163 doboz már a kapott felajánlásból pénteken elindult, hogy a sok élelmiszer adomány és a benne lévő szeretet nagyon jó helyre kerüljön még az ünnepek előtt. 163 doboz már elindult a megfelelő útjára, és nagyon bízunk benne, és nagyon reménykedünk, hogy a gazdag és igazán minőségi és méltóságos és méltóság teljes szállítmány, amiben azt gondolom, hogy nagyon sok érték, de még nagyobb szeretet van, a lehető legjobb helyre fog kerülni. Nagyon várják már a családok, azt tudom egy belső információból, hogy több százezer olyan doboz van, ami ezekben a napokban útra fog kelni. Országosan több százezer olyan doboz van, amelyik a Magyar Református Szeretett Szolgálat szervezésében útra kell a következő napokban, hogy a rászoruló családok ünnepét szebbé tegye. Van egy országos rendezvény, egy országos program, de valljuk be, hogy ezek fönnmaradnak a levegőben, egy kicsit úgy talajtalanok lesznek, hogyha nem lesz közvetlen és nem lesz személyes. Ezért mi úgy gondoltuk, hogy elmegyünk, eljuttatjuk ezt a hírt konkrétan az ismerőseink, a barátaink, a karcagi vállalkozók felé. Iskoláinkon keresztül, ám bár nem segített most a középiskoláknál főleg a lezárás, de mégis eljutott a hír. Különböző csatornákon keresztül olyan szintű lett az eredménye ennek, hogy általunk is meglepő módon nagyon sok a mi felekezetünkhöz, a mi szellemiségünkhöz, akár nem is kapcsolódó, de jó lelkű ember jelentkezett, felajánlott nagyon sok szép dobozt, illetve nagyon sok tárgyat, amit még nem is mondtam, hogy volt, aki játékokat ajánlott föl, plüssmackókat, mert hát ez is az ünnephez tartozik. A karcagi református iskolában és a vállalkozókat megkeresve is folyik a gyűjtés a helyi családok számára. Ugye rendszeresen vannak egyéb gyűjtési alkalmak, tehát az, hogy most van egy ilyen, ezen belül mi mindig ott vagyunk az első között, ezt értsük jól, akár egyházmegyei szinten, ami azért egy 50 települést jelent, tehát Karcag mindig az első helyeken van, de akár a Tiszántúlt veszem, sőt még országosan is, ez azért mutatja a karcagi embereknek a szellemiségét, a lelkületét, erre mi büszkék is vagyunk, és lehetünk. És természetesen vannak párhuzamosan különleges gyűjtési alkalmak, ebben is benne vagyunk. Hirdettük, hogy a telefonos programokat is egy telefonhívással ennyit és ennyit lehet felajánlani. Nagyon sok nem református felekezethez tartozó lelkes család vállalkozó is felajánlott adományt, de az egyház vezetői és családjaik is élen jártak az adakozásban. Van egy különleges program, és 2020 olyan kérés gyűjtött össze a Magyar Református Szeretett Szolgálat, ami különleges, mert nem arról van szó, hogy mi mit gondolunk, amit oda tudnánk esetlegesen adni ebben az ünnepben, hanem megkérdeztük az érintetteket. Volt olyan gyerek, aki egy fejhallgatót kért, volt, aki egy pokolgépes kapucnis pulóvert, gondolják, hogy én a pokolgépes kapucnis pulóvert kaptam feladatnak, és ezt örömmel teljesítettük. Tehát nagyon sok minden volt, ami egy doboz ismeretlen család számára összegyűjtött jó szívvel, jó lélekkel összegyűjtött adományhoz képest annyival másabb, hogy tudjuk, hogy konkrétan az a diák, az a gyerek, akit nem ismerünk, de tudjuk, hogy 16 éves és ezt kéri, ezt fogja megkapni. Úgyhogy ebben szívesen vettünk részt. Ez azt jelenti, hogy például az én családom ebből a 2020-ból 8 ilyet vállal föl, de az igazgatóink is, tehát ez egy nagyon komoly dolog. Föl is hívom a figyelmét mindenkinek, hogyha lesz hasonló, akkor éljenek vele. Az egyházmegye 50 települését is segítik. Vannak telefonos programok, és 2020 olyan érintett rászoruló gyermek is, akinek örömmel teljesítették egy-egy kívánságát. Aki szeretne segíteni, az a lelkészi hivatalban jelentkezhet telefonon.
Folyamatosan lehet nálunk a hivatalban, van egy elérhetőségünk, telefonszám, ezen érdemes bennünket hívni, ez a 0630-627-8607-es, ez az én telefonom. Ezen lehet nekünk jelezni, mert egyelőre a hivatal be van zárva, de mindent meg tudunk oldani.